A Dunaszerdahelyen szomszédos Nagyabonyban az államalapítás ünnepe alkalmából felavatták Szent István mellszobrát. Cseh Gábor szobrászművész alkotása a község emlékparkjában kapott helyet, a 2017-ben felállított kopjafa mellett. István király szobra Molnár Tibor kezdeményezésére jött létre a magyar kormány és a helyi önkormányzat támogatásával. A szobor ötletgazdája úgy érzi, a ma emberének erőt kell meríteni a Szent Istváni szellemi hagyatékból. Az István korában megfogalmazott keresztény konzervatív értékek ugyanis már a veszélybe kerültek. István király személye azonban útmutatót kell, hogy adjon a jövő nemzedékek számára. Történelem legnagyobb személyisége számunkra, magyarok számára István király, aki honalapító király volt, utolsó fejedelem, első magyar király, és a történelmi lépéseivel a mai napig megszabta nekünk a életünket, a életvitelünket, a hazánkot, stb. És ilyen jelleggel ezt védeni, ápolni kell. Hit, család és szeretet. Ezek összefüggésében kell élni a napi életünket, úgy a munkahelyen vagy a családból, és ha itt minden több ember csinálja, akkor nem kerülhetünk veszélybe. Magyarul gondolkodunk, tehát magyarul fejezzük ki a érzéseinket, magyarul beszélünk, Kárpát-medencében élünk, és ezt a magyarságot össze kell tartani. A felavatott multidéző szobor művészi és eszmei értéke mellett jövőbe mutató jel lesz a Csallóközi településen. Összekötő kapocsa a határon túli és az anyaországi magyarok között, valamint segít Nagyabonyban megőrizni a magyar közösséget. Örülök neki, hogy ez a szobor szépíti és gazdagítsa a településünket, úgyhogy remélem, hogy minden évben így össze tudunk itt jönni és megünnepelni ezt a Szent István nagy magyar ünnepet, ami bővíti magyarságunkat és gazdagítja a kultúránkat. Remélem, hogy a további generációnak útmutatót ad, úgyhogy büszkék lesznek rája, hogy községünkbe ilyen mellszobrot is létrehoztunk, és remélem, hogy a utódjaink is fogják ezt méltóképpen ünnepelni. Szent hitben tarts meg, Jézusnál áld meg, szíjádott Szent István király. István király életútját, államalapító szerepét Zsidó János esperes méltatta. Hangsúlyozta, hogy Szent István nem fegyverrel, hanem bölcs törvényeivel irányította az országot. Mint király és mint keresztény is példa lehet. Mi is tegyük meg, ami tőlünk telik, tartsuk meg Szent Istváni örökségünket, és az kettős örökség, édes anyanyelvünket tartsuk meg, és keresztény hitünket. Ez a két dolog ezer éven keresztül megmentette a magyarságot sok ezer bajban, problémában, meg fogja menteni továbbra is. Tehát gyermekeinknek, unokáinknak adjuk tovább a keresztény hitet, a magyarság szeretetét, a magyar irodalmat, a magyar történelmet, magyar nagyjaink példáját, mert ha Szent Istvánt követjük, akkor biztos, hogy lesz jövőnk ezen a földön. Aki élsz és uralkodó, mindörökkön örökké. Amen. A szoboravató eseményen az új kenyeret is megáldották. A nagyabonyi Szent István napi ünnepséggel a szervezők azt szeretnék megmutatni, hogy a kis közösségekben is van erő, ami segíteni tudja a megmaradást.